Zsúfolásig megtelt a Szent Imre templom március 4-én vasárnap Eperjes Károly színművész Húsvéti készülődés című zenés irodalmi estjén, ahol a 20. század istenkereső költőitől idézett a művész. Nem pusztán elmondott versek voltak ezek, hanem a művész a versekhez fűződő személyes reflexióit is megosztotta közönségével. Segítségül hívva a Bibliát, Arisztotelészt, vagy éppen más korok költőit. Örülök, ha ezt mondja, hogy ez egy verses térítés. Hát gondolom, a költők is azért írták ezt. Nagyon jó korszó. Azért írták a költők, mert ők is az igazságra próbálták rávezetni az olvasókat. Tehát én csak rá akartam, szerettem volna irányítani a figyelmet az embereknek, hogy a 20. század költőinek nem volt mindegy az Isten kapcsolat. Hogy a költők ugyanolyan fontosnak találták, és olyan gyarlóak, és ugyanazokon mentek át az életükön, mint mindannyian. Hogy miért? Én nem gondoltam, hogy én egy ilyen estel előállok. Ez a pécsi bazilika karnagyának volt az indítatása, hogy én ott nyilvánuljak meg vele orgonával együtt a bazilikába. És én ott elmondtam 9-10-11 verset ebben a szerkezetben, amit itt mondtam, tehát jóval rövidebb volt. És megdöbbentem, hogy egy gombostűt nem lehetett leejteni. Papla és barátom is ott volt, de mások is. És akkor arra döbbentem rá, hogy ez egy hézakpótló lehetőség. Tehát nem az én kútfőmből esett ki. Még a szerkezetese, mert azt láttam, sokat tanulmányoztam Latinovics Zoltánnak az önálló estjét, és arról készült ábrát, és azt a hármas szerkezetet, és annak próbáltam a jó prototípusa lenni, egy következő prototípusa. Úgyhogy sok helyről adódott össze ez, sok helyről. De ezt kezdtem meg lett 18 évvel ezelőtt körülbelül először. Ez a dolgunk mindannyiunknak, nem? Nem csak a papnak kell. Papot, azt mondja Bolberic, hogy a papot és a kutyát a szájáért fizetik. Igaz, hogy engem is, mert a színpadon, de a színpadon kívül meg pláne ne. De mindenhol azt kell csinálni. Tehát például nem vállalok el olyan munkát, amelynek a műegésze az nem vállalható keresztény szempontból. Tehát nem az igazságra irányul. Ezért az én arszpolitikám az igazat mond, ne csak a valódit, József Attilától. Tehát a valóság ábrázolás az még nem művészet. Ahogy Arisztotelész mondja, hogy a cselekvésnek nincs katarzisa, 2000 év, azt úgy hívjuk, hogy föltámadás, ha a cselekvésnek nincs katarzisa, akkor az nem művészet. Az még csak valós, az profán. De ha Krisztus meghal a kereszten, és ott van vége, az profán, az való világ. Az krimi. De ha Krisztus feltámadt, akkor van értelme mindennek. Nem hiába, hogy mi hitünk. Őben van a mi reménységünk. Hát tenni kell a dolgot. Hát papnak szántak, minden normális keresztény katolikus családban azt tudják, hogy az elsőszülött fiút, én meg elsőszülött fiú voltam, papnak kell szánni. Azt vigyed, uram, ha akarod. Félrecsúsztam, tália papja lettem, de úgy látszik, bizonyos karizmákat adott nekem ez ügyben, hogy ahol lehet, ott pláne a mai világban, mert a papra nem mindig hallgatnak, de a színésztől úgy elfurcsálják. Volt már egy, múltkor mentem egy újságárushoz, és öten álltak előttem. És kifelé jött egy ember, és megállt az ajtóban, jött az üvegajtóban, állt, ez maga, és bemutatott, mondja, na én ne Perjes Károly, én tudom, de hogy maga, hogy én ezt megértem, magával találkozom, nálam valamilyen fiatalabb lehetett, fiatal ember, középkorú férfi, és azt mondta, hogy hát magának volt egyszer egy tanúságtétel a televízióban, nyilván valami összevágás volt valahonnan, hát én azóta vagyok keresztény, megszorítatom a kezét, és ez olyan visszaigazolás. Vagy mikor egyszer csak kapok egy levelet valakit, hogy köszönöm, mert magának az a mondat az én gyerekemnél vagy unokámnál milyen nagyot jelentett. Vagy az, mikor kollégák vagy politikusok szólnak, hogy lennék-e a nász nagyuk, vagy a keresztapjuk. Ezek ilyen jelek, hogy akkor talán valamit csinálok. De persze, tőle még én gyarló ember vagyok, de legalább már van egy, szabad azt mondanom, hogy van egy karaktere, van egy
van egy bázis a napi szentmise, szent áldozás, rózsafüzér, rendszeres bőjt, ima, ezek nagyon fontos dolgok, ezek a gyakorlatok rettenetesen fontosak. Ez az első vers a számukról ide tartozik az első részhez. A szabad akarat. Két út van előttünk, vagy a nóta mondja, két út van előttem, melyiken induljak? Hát a két út, kérem, az Isten törvényünk, meg az ön törvényünk. Nincs más. Az öntörvényűség idegen szóval egoizmus. Minden izmus az egoizmusból fakad. Legyen az bármilyen izmus. Ezért érdemes erre odafigyelni. Ez a számukról című vers, az első része az öntörvényűség, a második része az Isten törvényűség. Hallgassuk meg még egyszer. És ahogy a nóta mondja egy másik, egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, mintha sok egyes volna az irkában, hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik mód felett az irka, hogy mindegyik csak magára gondol. Külön akar lenni a többinél, s oktalanul külön hatványozódik. Pedig csinálhatja a végtelenségét az egy íjformán, mindig csak egy marad. És nem szoroz az egy, és nem is oszt. Második rész, nyomdász is különszerű. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dolgokhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon fölnövekedvén az Isten is, aki végtelenség. Valahogy megközelítsék. Nap mint nap, hogyan jelenik meg Isten az életében? Hát nézze, néha először is a szentmisében és a szent áldozásban. És a minden gyónásom arról szól, ha valakiben látom a furcsaságot, és nem kellő türelemmel vagy szerelemmel figyelmeztetem, hiszen ő is az Isten képmása. És hogyha, ugye bent van a Biblia, hogy figyelmeztessétek, ha valakivel baj van, és ha nem hallgat rá, akkor vigyél még magaddal valakit, és akkor se, akkor meg zárt ki. De van úgy, hogy én nem tartom be ezt a, és nagyon vehemensen figyelmeztetem a rosszra. Vagy a családon belül, ha van valami ilyesmi, vagy a környezeten, rokonságban, vagy éppen a munkahelyemen. Szóval ezek a legnagyobb problémáim. Isten nélkül nincs szerelem, csak összefekvés. Isten nélkül nincs család, csak banda. Isten nélkül nincs nemzet, csak csürhe. Isten nélkül nincs egység, csak tömeg. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dolgokhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon fölnövekedvén az Istent is, aki végtelenség. Valahogy megközelítsétek. Az egy nagyon fontos dolog, ha már megkaptam én, és olyan remek embereket olvastam, mint Henry Newman, vagy a Bolberic atya, vagy Balsi Balázs atya, vagy mások. De most bocsánat, akit kihagyok, de annyi remek könyvet olvastam a kereszténységet illetően. Most nem beszélek a Bibliáról és Arisztotelész politikáról, ami az alapja az egész gondolkodásunknak, a morális, a bölcselet harmóniája. Szóval annyi mindent kaptam, hogy már öregszem, 58 éves elmúltam, most már annyi mindent vissza kéne adni, még amíg van, mit visszaadjak, hogy talán a talentumaim el tudjak számolni. Ez bennem egy ambíció. Én azt gondolom, hogy nem helytelen ambíció ez. Legalábbis én úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy ezt kell tennem. Két hexameter. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Ima és böjt. A kettő cselekedet a vezeklésnek
és az engesztelésnek az alappillére. Magunkért vezekelni kell, másokért engesztelni. Hogy másokért is tudjunk engesztelni, magunkért előbb kell vezekelni. És az ima és böjt, önmegtartóztatás és Istenhez fordulás nélkül ez nem megy. Ezt gyakorolni kell. Ha a szerelmesek nem gyakorolják a szerelmet, az elhal. Ha a sportoló nem edz, kikap. Ha a gyerek nem tanul, megbukik. Ez vonatkozik mindenkire is. És az Istennel való, a Teremtővel való, a Megváltóval való harmóniát a Szentlélek erejében ápolni kell. Úgyhogy keressék ezt az igazságot, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Vörös Sanyi bácsinak számtalan istenes verse van. Itt jut eszembe, hogy a 20. századi magyar istenkereső költészet fantasztikus, ökumenikus. Vörös Sanyi bácsi evangélikus volt, Adi Szabó Lőrinc például református, József Attila görög-keleti, Pilinszky Babics katolikus, Radnóti izraelitából katolikus, szóval fantasztikus, ökumenikus a 20. századi istenkereső költészet. Vörös Sanyi bácsinak számtalan istenes verse van. Vittem is a főiskolára jó hosszút, most azt nem mondom. Bemelegítésként egyébként is ilyen rövidebbekkel kell kezdeni. Engedjék meg, hogy egy sorosát mondjam, azóta ez a kedvenc Vörös Sándor versem. Számtalan egysoros bölcseletet írt. Vörös Sándor egysorosak négyes. Isten rajtad végtelen könny. Isten benned végtelen mosoly. Ez a kérdés válaszadott.